Egy gépkocsi, egy rendőr. Ez a budapesti rendőrfőkapitányság új programjának szlogenje. A rendőrök speciális high-tech technológiával felszerelt autókkal járják a várost. A gépkocsikban kamera, GPS, a járőrökön pedig mikrofon van. Az intézkedéseket a központból figyelik, és ha kell, segítséget küldenek. A BRFK szerint így megnövelhetik a rendőri jelenlétet a fővárosban. A program fő célja az, hogy a közterületen elkövetett jogsértéseket mielőbb és minél nagyobb számban felderítsék. Egy személyi gépkocsi, taxi, azt mondom, intézkedés alá. Közúti ellenőrzésre készül ez a járőr. A megállítandó autóképét a kamera segítségével a gépkocsiban is látja. Sziréna, az autó megáll, és kezdődik az ellenőrzés. A kamerakép nem csak a járőrautóban, hanem a Teve utcai központban is látható. A programban résztvevő rendőrök összesen már 30 darab speciálisan kialakított gépjárművel látják el a szolgálatukat. Az autóban a kamerákon kívül érintőképernyő számítógép, GPS, de még internet kapcsolat is van. Úgy alakították ki a járműveket, hogy a felszereltségük már-már megfelel egy körzeti megbízott kisebb irodájának. Az új módszert október óta tesztelik nagy sikerrel. Tesztidőszakot vizsgálva az elfogások több mint felét azok a kollégáim hajtották végre, akik ebben a programban részt vesznek. Fogtak betörőt, gépkocsi feltörőt, garázdát, kábítószer elviszélés miatt vontak eljárás alá személyeket, találtak lopott gépkocsikat. Tehát azt gondolom, azt nem lehet mondani, hogy nem hatékonyan intézkednek. Egy a programban résztvevő autó átalakításának költsége körülbelül 800 ezer forint. Eddig a 16., a 17. és a 18. kerületben tesztelték a gépeket és a rendőröket. Rövidesen azonban az 5., 7. és a 8. kerületben is találkozhatunk ezekkel az autókkal. Józsefváros polgármestere is támogatja a programot. Én azt gondolom, hogy minden ilyen újítás, minden ilyen innováció szükséges, főleg azért, mert ez a program kifejezetten erősíti azt a társadalmi elvárást, mely szerint több rendőr vagy több rendőrautó legyen az utcán, úgyhogy a kerület erkölcsileg és anyagi értelemben is támogatja ezt a programot. Az egy járőr, egy gépkocsi programban résztvevő rendőrök speciális kiképzést kaptak, amely kiterjedt a személyes fizikai képességek növelésére, a pszichikai felkészítésre, illetve vezetéstechnikai képzésre is.